rózsalugasokhoz szeretnénk rózsákat. Kutorrózsákat. Krizanténokat szeretnék, hiszen az ősz ugye most van. Igen, szükséges akkor a krizanténokat. Árvácskát, illetve hát a tőtölt függ, hogy ugye mennyibe benne nyomjál. Körülbelül egy 300 darab. 300 darab árvácska, igen. Először most senki nem ültet, hanem az összes létező növényt kirakjuk a helyére. Oda, ahova kitesszük a növényt, oda gyakorlatilag itt már nagyon szépen elő van készítve a terület, oda egy kicsit kimélyítjük még az ültetőgödröt, hogyha találunk benne valami szemetet vagy gyökeret, akkor azt kidobjuk. Miután kiástuk az ültetőgödröt, ami valamennyire azért elő van készítve, megfújjuk így a növényt, kicsit így oldalt megnyomkodjuk ennek ezt a konténert, és gyönyörűen kijön a begyökeresedett anyag. Ahány növény, annyi darab ilyen tápanyagra, látom, se több, se kevesebb. Ezt bedobjuk az ültetőgödör aljára, majd utána beletesszük a növényünket, de hogyha túl mély, mint mondjuk ebben az esetben, akkor ráhozunk egy kis földet, úgyis nagyon vigyázzunk arra, hogy a mostani talajfelszínt azt úgy tudjuk kialakítani, mint ahogy itt eddig volt a növény a konténerben, ha túlságosan betemegyük, akkor elrothathat, ha kiáll, akkor pedig gyakorlatilag ugye kiszáradhat, ugye egy kézzel, illetve az ültetőkanállal szépen határozott mozdulattal megigazítjuk, elrendezzük a környezetét, majd utána vannak itt ilyen gerebék, meg kapircsok, utána az egész területet azt fölkapicsoljuk, és majd egyszerre együtt a végén öntözünk be mindent. Az emberiség történetben mindig meghatározó szerepet játszott ugye a virágok, nem csak a mostani időkben, hanem a régmúltban. Menjünk csak egy picit vissza a babiloni függőkertekben, hiszen csak akkor volt ugye lehetőség, mert a sziklák és a hegyek között volt. De mivel, hogy itt van ez a gyönyörű hosszú kert, így gondoltuk, hogy ezt most megújítjuk és megszépítjük az egészet. Ez a program ez azért volt jó tulajdonképpen, mert pont most fejeztük be a tattarozást, tehát teljesen tönkrement a virágos kertünk, és ez így nagyon jól jött, hogy most ezzel a virágokkal pótolni tudtuk. Nagyon jónak találom, hogy változatos, tehát vannak évelő, mint krizantém, vagy egyéb ilyen tülevelő, és hát ezek a nagyon kedves kis árvácskák. Készültünk erre, mert elég jó meg volt szervezve, és bizonyítja az is, hogy a végrehajtás is nagyon jó, mert nagyon szép számmal összeértünk. Olyan is, aki nem mai gyerek, és azt mondja, hogy ő még soha nem ültetett, de olyan szívvel lélekkel csinálta, hogy érdemes ott nézni. Talán, hogyha az emberek látni fogják azt, hogy vannak másfajta emberek is, akik nem szemetelnek, hanem mondjuk fontos számukra az, hogy virágoznak az utcáink, akkor ez jó ambíció lehet, hogy esetleg kövessék is. Azért vagyunk itt, mert szeretnénk, hogyha a Magyarország utcafrontok úgy néznek ki, mint a Nyugat-Európában. Mondjuk Ausztriában. Ez az önkormányzat kevés, ez kell a civil szféra, kell a lakóközösség. Mi köszönjük, hogy önök most itt vannak a polgármesteri kabinet nevében, és Papcsák Ferenc polgármester úr nevében is, aki ezt az egész programot életre hívta, illetve működteti. És szeretnénk, hogyha mindenkinek elmondanák, hogy ez a program ez fut Zuglóban, és hogy nekünk magunknak kell tennünk ahhoz, hogy igazán virágzó Zugló legyen, és hogy tényleg úgy nézzenek az utcafrontjaink, ahogy Nyugat-Európa. Úgyhogy köszönöm szépen! Köszönöm itt a lakóközösségnek, hogy olyan kedvesek voltak lejönni, hogy meg tudjuk valósítani azt a célt, amit az önkormányzat is kitűzött. Köszönöm szépen! A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Dekostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.